nem lehetett volna valami miatt felsorolni, hiszen mindenkiről tudtunk volna olyat mondani, amiben ő a legügyesebb, de hát sajnos, ha így húztuk volna az időt, akkor még tovább álltunk volna a negyednapon. Az évelei kis csacsogóból nagyon érett elsős lettél végére. Gratulálok a bizonyítványához! Farkas Kinga hallotta a nevét, és hogy az igazgatónéni elmondta az ajándékkönyvnek és ott levelet különbözőt jár, gratulálok és jó helyést kívánok. Kitűnő bizonyítványához. Fekete Dia, ő is amióta meghallotta a nevét, kinter folytában táncolt, azt látta. Gratulálok, meg dolgoztál érte és Rebeka? Nincs Rebeka. Judit van helyette, gratulálunk a Rebekának a jeles bizonyítványához, hogy azt az egyről jövőre. Az ügyes elsős lássák 10 évére belőle. Annis nem szólta, hogy összekevertem. Csilla néni mutatja most. Gyere, cseréljük ki! Izgalmamban. Még egy kis itt az. Egri Tündi is ügyesen dolgozott. Az évelei sírosból, most már évvégére mindig mosolygós kis lehet belőle, igaz? Kellemes pihenést kívánok. Jenőnek is nagyon szép a bizonyítványa, és külön megköszönném egy osztálytónak dicsérettel a közösségi munkáját, hogy ültette nekünk azt a sok mindent, tananyagot, aminek a fejlődését figyelemmel tudjuk kísérni a növények tanulásánál. Ákosnak is nagyon szép a bizonyítványa, majdnem közelítő is, akit önhöz jövőre megcélozza, és akkor talán sikerülni fog. Gratulálok! Zita. Zita is nagyon ügyes, és a tévégére is. Ő is néha még évelején elpikeredett kicsit sírtogára, és már ez teljes. Gratulálok, és jó kérdés kívül. Renátó. Renátónak is nagyon szép a bizonyítványa. Egy picit jövőre az élénkségéből, még ha lejjebb ad, akkor még szebb lesz. Jó, azért én adok egy kuszi. Mondtad, hogy csak nem beteg készülsz lenni a nyári szünet kellős közepén. Zsombor is hallotta a nevét, gratulálunk a hátkényre bizonyítványához, és jó pihenést neki is. Azért ne csak a számítógép előtt üljél egész nyáron, ám. Jó. A Lineknek is jeles a bizonyítványa, majdnem kitűnő, ez azt jelenti. Nagyon-nagyon pici változtatással ő is van, hogy én véletlenül a nevét is. Robi is a kutyú az ügyvárhoz, és nagyon meleg a boldog lelkom szegénynek. Kegyelmes ügyvárhoz. Ricsi. Most is funcút mondok mosolyog. Ő is egy picit már jövőre még jobban elhagy, de nagyon szép a bizonyítvány, egy picit a magatartásán javítható. És itt egy fel egy kulcsot megfelelődik. Eszter, még a mesemondó versenyen a létszép eredményét szerint egy kicsérettel megköszönni, és nagyon szép közöbizonyítani, és gratulálni lehet csak hozzá. Szolcsányi Tuna. Tuna is hallotta a nevét, gratulálok, és segítsen az anyának sokat a nyáron a hugi dajkálásával. Gábor, tehát külön szeretném kiemelni fiú, mint a követendő magatartás példa mintáját, és ezért külön egy kis könnyel jutalmaznánk az egész éves példamutatóban magatartásáért, és a fiúnak akkor lehet mintát venni. Gratulálok! Majd
Évike. Évikét meg a kislányoknak ajánlanám a figyelmébe, mint példamutató magatartás mintaképét. És akkor akinek még némi kis javítani valója van jövőre, akkor Évikét figyelgesse nagy szeretettel. Gratulálok, és nagyon szép a közelítem is. Evelyn. Evelyn is nagyon-nagyon ügyes, nagy elsős, igazán önállóan intéz minden egyedül járt logopédiára, Rebekával, nagyon ügyesen dolgoztál egészségben. Gratulálok. Dávid. Dávidnak is szép a bizonyítványa. Gratulálok hozzá. És nagyon-nagyon pici a vitamin alja. Még inkább rá, hogy jövőre is pici. Lendicki Gábor. Gratulálok. Ügyesen dolgoztál. És te is nagyon szép sok köszönbát hoztál. Az anyuban együtt. Dani. Daninak is majdnem kitűnő a bizonyítványa, ezért őt is megilleti a jeles bizonyítványát, egy oklevél és egy ajándékkönyv. Gratulálok, és kellemes pihenést kívánok. Jó, hát csak a Rajmondnak nem tudtuk a bizonyítványát átadni, de bár nagyon ügyesen iskolás módon, az utolsó napok egyikén mindkettőt beírtátok az írásvezető jelvényébe. Egyrészt a tanév kezdés időpontját, a mai zárás idejét is, és beírtuk azt is, hogy a könyveket mikor lehet átvenni, ez inkább a szülőknek szól. Remélem, hogy eljutott mindenkinek a szeme ügyébe, de akkor elmondanám, hogy augusztus 23-24-25-én délre tankönyv ingyenes a 160-i gyerekeknek. Tavaly mindenkinek ingyenes volt, mert elsőben alapítványból kaptuk. Nem tudom most, hogy a vidékről járó gyerekeinket meg tudjuk-e oldani. Erről még nem született, tartunk egy nagyobb kiterjedés, nagyobb érzeti ünnepséget, ahol is az elsősöket köszöntjük, illetve, ahogy az igazgató említette, mivel 15 éves lesz az iskolán, szeptemberben így egy ilyen kicsit jubileumi tanítót tartunk majd. Tehát 28-án kell, hogy találkozunk, azért remélem, hogy találkozunk. A nyáron jutott azért, de 28-án lehetett szülelre várunk mindenkit, és akkor előtte a könyvéket megkapjátok már. És a minél több időt a szüleivel és a szülőknek is nagyon kellemes kívánok, és szeretném a szülőknek megköszönni azt, hogy egész évben segítettek minket, hogy támogattak minket a szülői munkaközösségét adjának különbözőt, hogy a szülőket összetartott, illetve értesített önöket a különböző rendezvényekről, és hát mindenkinek kellemes beállást kívánok. Köszönöm szépen, és azt kérni